Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. A mai videóban egy személyes kedvencemmel fogunk megismerkedni. Ezt egy amerikai shopból vásároltam, ő pedig a Billetbox lenne. Nézzük meg közelebbről, illetve nézzük át, hogy mit lehet tudni erről a kis készségről. Nézzük akkor ezt a kis ketyerét. Első ránézésre azt tűnik föl, hogy nem látunk rajta semmit, csak egy darab gombot és egy lyukat. Hogy működik ez vajon? Ja, illetve itt még vannak kis likak. Egy ilyen kis csúszóajtóval lehet az egészet kinyitni, és azt látjuk, hogy itt belül az egész CNC-zve van. Alumíniumból készül egyébként a test, és a első és a hátsó ajtó, illetve hát az első ajtó és a hátsó borítás, vagy ki hogy akarja az elsőt és a hátsót, az karbon szálas anyagból készült. A tank, ami ide helyezendő egyébként be, az így néz ki. Ez egy 6,5 millis tank, Delrinből készült, tehát igen, jól tisztítható, és nem tartja magában az ízeket. Itt van rajta egy átmenő nyílás, illetve egy töltő nyílás, ami egy ilyen kis dugós, rugós résszel lett megoldva. Ezt is megnézzük, hogy hogy működik. Itt még látunk három darab szellőzőt, ami ugye itt az oldalsó részről szívja a levegőt. Amit észrevehetünk, hogy ez bizony nem 5-10 csatlakozóval rendelkezik, hanem itt a belső részén csak egy sima réz pogácsa van, amire fölül nekünk a patronunk. Jelen esetben egy vatelines patron, de ne rohanjunk ennyire előre. Amit látunk, hogy van itt egy feszültségállító kis tárcsa, és azt látjuk, hogy itt római számokkal vannak az egész voltok jelölve, tehát 4, és itt az 5. Egyébként meg igen finom lépésekben lehet 4 volttól egészen 5,5 voltig szabályozni a feszültséget. Nekem a 3 ohmos vatelines patronnal valahol itt 4,75 és 5 volt között volt az ideális rész. Amit még látunk, 2 darab cella szükségeltetik hozzá, gyönyörűen bele van egyébként marva, hogy a polaritását hogy válasszuk meg. Amit tudni kell róla, hogy ezek olyan pici cellák, hogy bárhogy is gondolnánk, hogy ez 18, ez 16-340-es cella, ebből kell 2 darabot ide, és ide behelyezni. Ha ezzel megvagyunk, akkor annyi a dolgunk, hogy a kartomájzerünket, ami így néz ki, ugye, 35 mm-es, tehát ez a része menet nélkül 35 mm hosszú kartók férnek ebbe bele, és ezt előre kiukasztottam, ugye, ezeket kell szépen, úgy, hogy az ógyűrűt megnedvesítettük, hát én már nem nedvesítem meg jobban, mert ezt már használtam, szépen belecsúsztatjuk óvatosan. Ha ezzel megvagyunk, akkor ugye itt fölül zár, alul zár, annyi a dolgunk, hogy megtöltsük likviddel. De honnan tudjuk majd, hogy mennyire telik meg likviddel? Na, hát ez majd kiderül később. Mert hogy a réginél itt egy plexi ablak volt, ennél már nem, hogy ne szívja magába az aromákat, az ízeket, ezeket könnyű pucolni. Itt van ez a kis luxi egy gumidugóval, és van hozzá ez a gyári flaska, ezzel a töltőcsörrel, illetve választhatunk még, hogy esetleg fecskendővel és töltőcsörrel akarjuk-e használni. Itt vannak mellette az ógyűrűk, hogy esetleg pótolni kéne. Én a flaskát választottam, szépen megfogom itt oldalról, megtámasztom, lenyomom a
dugót, és elkezdem bepumpálni a likvidet. Ha ezzel megvagyunk, megterölgetjük itt a luxinál, és amit az előbb föltettem költői kérdésként, hogy hogy tudjuk megállapítani, hogy mennyi likvid van benne, nos, a Derrin ajtaja el van vékonyítva, és szépen lehet is látni, hogy azok a csíkok bele vannak marva, és innen tudjuk megállapítani, hogy meddig van nekünk likvidünk. Ha ezzel megvagyunk, akkor csak annyi a dolgunk, hogy ezt a csavart itt fönt kitekerjük, és behelyezzük ide a helyére. Ugye nem kell a kartót tekergetni, mert alul csak felülre. Szépen visszahelyezzük ezt. Ez a középső ógyűrű fog a kartomizerbe belülről fölülni, és ez fogja rászorítani. Úgy. Mi ezzel meg is vagyunk, most nem volt nálam 5 forintos. Halljuk is, hogy szól. Szépen visszarakjuk rá az ajtót, érdemes hallani, vagy hallgatni a hangját. Ennyi. És ahogy Blacky mondta, kész az igazi Ninja Vape-re alkalmas, lopakodó üzemmódú készülék. A levegő egyébként itt megy be, ez gázelvezető furatként is tud funkcionálni egyébként, átmegy a kartó alsó csatlakozóján, szépen végig a karton, és itt jön ki a levegő. Nézzük meg akkor élesben, hogy teljesít. Arról, hogy milyen egyszerű a beüzemelés, akkor most már van fogalmunk. Nézzük meg akkor, hogy mit lehet még róla tudni, és mennyi gőz termel. Nem rossz a gőze. Mondjuk nem egy dual drip kazánhoz kell mérni, de szerintem nagyon kellemes a mennyisége is, az íze az mindenképpen tetszett nekem. Amit a készülékről érdemes tudni, azt a beüzemelésről, illetve a kinézetéről elmondtam. Nekem borzasztóan tetszik ez a méret, ez ha lenne mellén zsebem, akkor abba tenném, de nincs, viszont így is nagyon kompakt kis ketyere. A 6,5 millis tankkapacitás az pedig mindenképpen tetszetős, tehát elég sokat ki tudunk vele húzni. Az árára, hogyha ki kell térni, nem olcsó, az olcsóbbik verzió, ami nekem is van, az 180 dollár, így maga a készülék. A drágábbik, az csak annyiban különbözik, hogy a gombja elefántcsont színű, az a P-Bud lenne, az 210 dollár. Ez 180 volt, még rájött a szállítás, úgy lett 210 plusz a vám, úgyhogy a vám az még valami 6-8 ezer forint volt. Rá át lehet számolni, hogy mennyibe került.
nem azt kell nézni egy ilyen készüléknél egyébként, hanem hogy nekünk tetszik-e is, és beváltja a hozzáfűzött reményeket, illetve elvárásokat. Nekem beváltotta, nagyon tetszik. És még így az egyszerűbb felépítésben is, tehát ezzel a vatelines patronnal is nagyon szerethető. Lehet hozzá egyébként extra kiegészítőként egy másik gyártótól, az Atmistic-től venni egy felújítható vatelines méretű kazánt, amit bele lehet csúsztatni, az még nagyságrendileg 15 ezer forint egyébként, de ezzel is tökéletesen üzemel. Hozzá kell szokni, hogy nem csak a szabóm alatt van élek, hanem 2,5-3 ohm környékén is nagyon fincsi ízeket tudunk kicsikarni a patronunkból, kazánunkból, készülékünkből. Az aksi a szűk keresztmetszet, tehát azt ne várjuk, hogy ezzel a 2,16 meg kell nekem is nézni, mert olyan ritkán látom, 16-340-essel messzire megyünk, de vesz belőle az ember két garnitúrát, tehát 2x4-et, azzal azért bőven ki lehet húzni egy napot. A kidolgozása az valami mese. A belső ajtót azt nem mutattam, de nem tudom mennyire látszik. Hand and Robot Made in the USA 2014, és fel van tüntetve, hogy ez a Pilletbox-nak a harmadik revíziója, az a harmadik szériája, vagy a harmadik fejlesztett verziója. Ugye itt a fejlesztés abban is kimerült, hogy például kicserélték a tankot erre a Delrin verzióra. Nagy variálás nem is kell egyébként a gombon kívül, tehát itt se zsebzár, se semmi funkció nincs. A gombot ugye szintben van itt a külső résszel, véletlen nem tudjuk megnyomni, állítgatni menet közben nem akarjuk, hiszen ez egy fix ellenállással rendelkező kartó, ami benne van. Beállítjuk egyszer bent a kis tárcsával, ami nekünk tetszik, és onnantól kezdve csak élvezzük az ízeket, mert az nagyon szépen kihozza. Másoktól megkaptam, hogy hát ez a Billetbox, ez körülbelül másfél éve élte aranykorát, és most mindenki ettől próbál megszabadulni. Az az igazság, hogy én mindenféle mod trader csoportokban is benne vagyok a Facebookon. Egyet-kettőt láttam, azok is elég jó áron találtak gazdára, illetve én nem is hiszem, hogy ezt el akarnám adni attól függően, hogy nem mainstream, mert nem termel akkora gőzt, hogy egy 40 négyzetméteres lakást beterít. Nekem itt a szempont, amit már említettem, pici legyen, kompakt, ne tömeg termék, ez mind beváltotta hozzáfűzött reményeket. A 3 ohmmal is nagyon jól dolgozik a készülék. Egyre kell figyelni, hogy itt fönt a tetején, ami van, ez a kis réz anya, vagy illetve réz csavar, amit mert ugye a patront a helyére rögzítjük, és így nem tud kimozdulni semerre, ezt ne húzzuk meg, mint az állat mondjuk egy pénzzel, mert akkor úgy hozzányomja ahhoz a részpogácsához belül a patront, hogy nem csak a középérintkezőjét, hanem a negatívot is hozzányomja, és akkor egyszerűen nem fog üzemelni. Egyébként nagyon jól látszik a működése, hogyha nem szívom, hanem fújom. Ezen a kis három lukon keresztül történik ez a flow, ez a finom áramlás a készülékben. Aki szeretne egy ilyenhez hozzájutni, nincsen könnyű dolga. Könnyebb dolga van, mint mondjuk, hogyha egy Geppettót akarna venni, viszont akkor sem olyan a történet, hogy fölmegyek a webshopba is, és megrendelem, és másnap már szállítják is. Ugyanis hát ez, ahogy írta is itt a dobozfalán, kézzel és egy CNC géppel készül, tehát semmiképpen nem nagyipari gyártásban. Nincs akkora kapacitásuk, hogy ki tudnák szolgálni az embereket belőle, így
ott kell ülni a gép előtt, minden héten egy darab nap van, az a szombati napnak a megfelelő időpontja, és az is olyan, hogy 10 és 16 óra között valamikor kiteszik a shopba, az a turpisság benne, hogy nem a mi időnk szerint 10 és 16, hanem az ő montánai helyi idejük szerint, úgyhogy nem biztos, hogy az nekünk mindenféleképpen kellemes, de nekem megérte várni, beállítottam a számítógépen egy programot, hogy figyelje a weboldalt, és szóljon, hogyha változott rajta valami, és ahogy változott, én egyből dobtam be a kosárba, és így sikerült szert tenni erre a kis kütyüre. Összességében tekintve pozitívum vagy negatívum felsorolásba itt szerintem, ha bele akarunk menni, akkor negatívumként mondhatjuk a kis aksit, de hát kompakt a méretünk. Mondhatjuk azt, hogy kicsi az a tartomány, amiben állíthatjuk a feszültséget, ez is relatív, meg lehet találni azzal a kartomájzerrel a megfelelő beállítást, ahogy én is megtaláltam, ahol azért nem kevés a gőz, tehát hozza a gőzt is, és emellett az ízek nagyon, nagyon adják magukat. Pozitívum a gyönyörű kidolgozása, hogy látom rajta, hogy anyagból van, ahogy ezt szokták mondani, hogy anyagból van, a tartálya 6,5 milli, a világból kimegy vele az ember, tölteni nagyon egyszerű, a patront hozzá, kartomájzert fillérekért veszi az ember, vagy hogyha vesz hozzá egy atmisztiket, akkor felújítgatja, és üvegszál, és ellenállás húzal kell csak hozzá, viszont így is tökéletesen tud üzemelni a már-már lefutottnak tekinthető kartomájzerekkel, tehát ezekkel a vatelines patronokkal. Az árát azt meg fölösleges nézni, hiszen olyan darab, amit nem azért vesz az ember, hogy az árán gondolkozzon, hanem azért veszi, mert úgy érzi, hogy tetszik neki, és ez mindenféleképpen kell. Én így voltam vele, nem érdekel az, hogy ki mit mond róla, hogy mennyire nem divatos, meg mennyire nem úgy termeli a gőzt, ahogy kéne, vagy mennyire nem tartja az árát. Szerintem ez egy szép darab, én ezt meg fogom magamnak tartani, mindenféleképpen nem válok meg tőle. Aki azt szeretné, hogy szintén legyen egy ugyanilyenje, és nem sajnálja rá azt a $210 plusz a 8000 forint körülbelül a vámra, akkor javaslom, hogy keresse fel a megfelelő időpontban a külföldi webshopot, és rendelje meg tőlük. Ennyit szerettem volna elmondani a készülékről, remélem érdekes volt, és tudtam nektek segíteni. Sziasztok!